Széchenyi díjjal jutalmazták dr. András Falvi Bertalan néprajzkutatót, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusát, aki a magyar néprajztudomány egészét átfogó, nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatásaiért, publikációiért, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Professzor úr, számos díjjal ismerték el az eddigi munkáját, azonban most a Széchenyi díj egy kicsit abban különbözik, hogy egy egész életművet ismertek el. Hogyan fogadta ezt az elismerést, és egyáltalán hogy értékeli az életpályáján? Nagy meglepetés volt, nem számoltam vele egyáltalán. És az töltött el örömmel, hogy hát, talán nem annyira a személyem miatt, hanem hogy amit én képviselek, hogy azok a gondolatok talán mégis elismerést kapnak, és több megértést, mint amit eddig kapott. Ez pedig az, hogy a hagyomány, a nemzeti hagyomány, ami több száz év óta gyűlik össze, az a jövő számára útmutatást adhat, és ez az én hivatásom. A néprajzkutató legtöbb publikációja az ártéri gazdálkodás témakörében született, ami talán az egyik legfontosabb kérdés a jövőt illetően, mondja a kitüntetett. Óriási a belvíz. A víz az, ezt ugye nem részletezi a rádió, de tudnunk kell, ugye, hogy 5-6 méterrel a környező belvízes területek fölött megy a Tiszába a víz lefelé. Tehát ezeket a belvizeket csak szivattyúkkal lehet beemelni a több méterrel magasabban folyó Tiszába. Hogyha ezeket a költségeket számoljuk, ez iszonyatos. És ugyanakkor két dolog történik. A két gát között a hullámtér föltöltődik. Tehát egyre kevesebb a kapacitása. Tehát, hogy ugyanaz a víz jövőben is le tudjon menni, mi állandóan magasítani kell a gátakat. Tehát az égig nem lehet ezeket magasítani. És egyre nő az energiaköltség, amivel ebbe a magas gátak közébe emeljük a vizet. Miben látna egyébként a megoldást? Vissza kell állítani azt a kiegyensúlyozott gazdaságot, ahol az állattartás és a mezőgazdaság egyensúlyban van, és visszapótlódik állati trágyával, szalmával, minden abban a földben, amit kimerít a termés, ugye? Ezt csak a családi kisgazdaság tudja megtenni. Ezt a nagyüzem nem tudja. Professzor úr, hogyha egy kicsit a néphagyományok felé fordulunk, akkor az oktatásban a mai fiataloknál hogy látja, hogy mennyire fontos ez az ő számukra, mennyire fontos egyáltalán megőrizni ezeket a hagyományokat? Igen, hát itt nagyon sok tennivaló lenne, és annak idején is próbálkoztam azzal, hogy a népismeret, néphagyomány és egy másik alulról nézett történelem belekerüljön az oktatásba. Akkor sokkal jobban megértjük a magyar történelmet, hogyha a nép sorsán keresztül vizsgáljuk az eseményeket. A történelemnek az a feladat, hogy lelkesítsen, ez egy egyik. A másik az, hogy kíméletlenül rámutasson a hibákra és a bűnökre. Ezt benne kell legyen a történelemben. A másik, ami nagyon fontos, nem a tudás lelkesíti az embereket, hanem ha valamiért lelkesednek, akkor lelkesen megszerzik hozzá a tudást. Tehát először érzelmileg kell elkötelezett emberré legyen egy fiatal, aki látja a helyét, hivatását, és akkor örömmel fog ehhez tanulni. Egy életmű díj kapcsán felmerül az a gondolat, vagy az a kérdés bennem, hogy mi az, amire professzor úr legbüszkébb az életpályája során, hogyha egy ilyet ki lehet emelni? Talán azok a visszajelzések, akik hasonlóan kezdtek gondolkozni, mint én, és hivatkoznak rá, hogy tőlem tanulták. Ezért vagyok a legbüszkébb.